Nos, hol is kezdjem? Nagyon rég kerestem az igazit. Szívem szerint már 18-19 évesen házasodtam volna. Aztán, ahogy telt az idő, és nem találtam az igazit, egyre jobban és jobban hagyatkoztam Istenre. Egy héten eldőlt bennem, hogy én nem teszek többet az ügy érdekében, hanem teljesen rábízom a dolgokat. Következő héten megismertem Anitát. Minden a Hargitán kezdődött. Úgy indultam ennek a tábornak, hogy nem számítottam semmiféle ismerkedésre egy fiúval sem. Én csak el szerettem volna menni, részt venni egy táborban, nővéremmel, hiszen ez volt az első ifjúsági táborom, és úgy éreztem, ezzel fogok igazán része lenni az ifjúságnak. 2018. augusztus 20-án találkoztunk egymással a Hargitai ifjúsági heten. Anita nagyon hamar megfogott, és nagyon hamar felfigyeltem rá, de mint az előtte való héten eldőlt bennem, nem tettem lépéseket, hogy megismerhessem, vagy hogy beszélhessek vele. Az első napon minden a maga módján zajlott, kivéve akkor, amikor felfigyeltem arra, hogy egy fiú engem néz az esti istentiszteleten. Az ezt követő reggelen azonban megtörtént az, amire egy picit se számítottam. A reggeli után alig értem ki, a titokzatos, folyamatosan engem bámuló srác épp akkor tette le a telefont, és egy pillanat alatt előttem termett, és megszólított. Nem volt sok időnk a beszélgetésre, de bőven volt annyi, hogy kiderüljön, hogy majdnem mind a ketten megbújtunk matekból, megismerjük egymás gyerekkorát, iskolás éveit, és hogy elég nagy a korkülönbség köztünk, és ebből semmi sem értődik. Ez volt az első igazi beszélgetésünk. Ezután csak úgy folytak az események, séta a tábor körül, közös társasozások, egymás mellett ülés alkalmak. Köszönhetően társasjátékoknak és közös ismerősöknek sokat mozogtunk egy társaságban, így lehetőségem volt jobban megismerni. A rendszeres bámulgatás sem maradhatott el, néha már vicces volt, és elég feltűnő többek számára is, hogy Gergő csak is nekem magyarázza a társasokat, alig-alig pillant el másfele. Részemre ez szokatlan volt, hogy valakinek ennyire felkeltettem a figyelmét, ezért aztán nehezen tudtam reagálni ezekre a pillanatokra. Egy ehhez hasonló momentum volt az, amikor kint ültünk a szállásunk lépcsőjén néhány fiatallal, és Gergő elhaladva előttünk megdicsérte a szempilláimat. Nagyon meglepett, szóhoz se jutottam. Mivel így módon megismerhettem, a hét harmadik napján, amikor különös módon tábortűz volt, vettem a bátorságot és megkérdeztem, nincs-e kedve sétálni egyet. Azonnal válaszolt és szívesen jött. A hét folyamán még két vagy három ilyen beszélgetésünk volt, ami alatt egyre jobban és jobban megtetszett. Ő akkor 15 éves volt, mégis teljes értékűen tudtam vele beszélgetni, már akkor, annak ellenére, hogy én már 23 éves voltam. No, de ennek a hétnek is eljött a vége, méghozzá nagyon hamar, ugyanis én már pénteki nap eljöttem a táborból. De búcsúzásunkkor, közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a beszélgetést tovább. Ám ez távolból, mivel ő visszament Hollandiába dolgozni, amit én akkor fel sem fogtam. Már úton hazafelé fülembe jutott, hogy meglehetősen hiányzom Anitának, és rosszul érinti, hogy el kellett jönnöm a táborból hamarabb. Bármilyen furcsa is legyen, örültem neki, és ez újabb dolog volt, amitől közelebb éreztem magamhoz. Végső soron úgy jöttem el a Hargitáról, csupán 5 nap után, hogy Istennek voltam hálás azért, amiért keresztezte az utam Anitájéval, és éreztem, hogy ez más, mint ami eddig volt. Amilyen könnyű volt az indulás, olyan nehéz volt a folytatás, ugyanis egy héttel később, hogy először megláthattam Anitát, visszautaztam Hollandiába az év végéig. Közben még párszor hazajöttem, és találkoztunk is. Érdekes volt a messengeren és telefonon keresztül megismerkedni, és talán ez vissza is ütött az első randinkra. Végül november végén hazajöttem, és március végéig itthon voltam. Ez idő alatt megtörtént az első igazi randink, ami nekem szuperül telt, Anitának pedig hát hagyom, hadd mesélj elő. Életem első és legrosszabb randija volt. Nekive vittem el, semmi extra nem volt. Ez biztosan hozzátett, vagy elvett az élményből. Egy Mekibe vitt el Váradra, ahol szó szerint egy rendes beszédtémánk se volt. Annyira zavart, hogy élőben nem tudtunk beszélgetni, viszont messzen csillagokat is lebeszéltük az égről. Aztán én a táborozásból és magamból kiindulva társasozással készültem, de abból aztán orvérzésig. De úgy untam, mint még soha. Azt láttam, hogy hazamenjek, elmondjam a nővéremnek, és kísérjem magam. Anita pedig nem mondta, hogy nincs kedve, úgyhogy én egyiket vettem elő a másik után. Számomra álomrandi volt. Ezért én bele is csaptam a közepébe, és kikértem egy jelet Istentől, ha nekem szállja Gergőt, akkor a következő találkánkra hozzon nekem valami ajándékot.
Egy későbbi randin azon gondolkoztam, lepjem-e meg valamivel. Ugyancsak megébe mentünk, és még vártam rá, szétnéztem a Pepkóba. Volt egy kis bögre, amin egy láma volt, és egyből ő jutott az eszembe, ugyanis szereti a lámákat. Végül ott hagytam, és mentem ki a Krisó elé, és ott vártam tovább. Ott vártam meg ki előtt egy lócán, és láttam, hogy semmi nincs a kezébe. És akkor éreztem egy kisebb csalódást, de tudtam, hogy ez Istentől van, és ennek így kell lennie. Pár perc után csak meggondoltam magam, és visszaszaladtam a bögréért. Én hívtam, írtam, hogy halló, láttalak, de eltűntél, hova mentél? És ő annyit írt, hogy mindjárt jön. Mikor leértem, már ott volt, átadtam, nagyon örült és nagyon tetszett neki. Belül hatalmas boldogság árasztott el, igyekeztem leplezni, titokba tartani azt, amit magamba éreztem. Innen kezdve meg voltam győződve, hogy Gergővel nekem kell folytatnom ezt a beszélgetést. Innen már minden egyre átláthatóbbá vált. Egyre jobban szerettük meg egymást, ha ezt csak titkon mondtuk ki magunkba, akkor is így volt. Lassan-lassan eljött a március, és tanástalanok voltunk mindketten, hogyan is legyen. Már tudtam, hogy egész decemberig Hollandiába leszek, amitől mind a ketten tartottunk. Egyre jobban vonzontunk a másikhoz, egyezett a jövőképünk, a gondolkodásunk, a szemléletünk. Eljött az alkalom, amikor meg kellett beszéljük és eldöntsük, hogyan tovább. Megkérdeztem, szerinted hogyan legyen? Én ekkor már tudtam, hogy nekem mi az álláspontom, de szerettem volna előbb tudni az övét. Ő azt javasolta, tartsuk a kapcsolatot a 9 hónap alatt, és ha ez Istentől van, ki fogjuk bírni. És ez lesz nékünk a jel. Számomra ez már a második jel volt Istentől, ugyanis én is pontosan erre gondoltam. A 9 hónap alatt párszor hazalátogatott, meglepett, amikor visszament, egyre jobban fájt a búcsú. Ezek az érzések erősítették meg bennem a meggyőződést. Ez az időszak nagyon nehéz volt, sokat sírtam, de tudtam, hogy kit akarok, és nem adom fel. Nehezen telt el a 9 hónap, de végül kibírtuk, és eljött a december. A 9 hónap elteltével teljes bizonyossággal láttam Gergő előtt, hogy mi egymásnak lettünk rendelve. Innen csak előre van. Ekkor már 3 jellel a kezemben, Isten keresztezte vele az utamat, egymástól függetlenül ugyanazt kaptuk a 9 hónap kapcsán, és végül az, hogy kibírtuk a 9 hónapot. Karácsonykor megkérte, hogy legyek a barátnője, júniusban kimondtuk egymásnak az első szeretleket, 2021. január 26-án megkérte a kezem. És onnan egyenesen ide tartott az utunk, innen pedig tovább haladunk közösen az utunk végéig. Onnan pedig csak úgy pörögtek az események, s teljes nekilendüléssel terveztük a napot, amikor örökre összekötjük az életünket egymással. Sound the same.